Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Egy alkalommal Jézus ezeket mondta a zsidóknak. Ha én tanúskodom önmagamról, a saját tanúskodásom keveset ér. Más tanúskodik rólam az Atya, és én tudom, hogy igaz az ő tanúsága, amelyet rólam tesz. Ti keresztelő Jánoshoz fordultatok, és ő tanúságot tett az igazságról. Nekem azonban nincs szükségem emberi tanúságra. Ezeket azért mondom, hogy üdvözüljetek. Igő és világító fény volt János, de ti csak ideig, óráig akartatok az ő fényében gönörködni. Mellettem nagyobb bizonyítékak szólnak, mint János tanúskodása. Az én tetteim, amelyeket az Atya akaratából cselekedtem, azok bizonyítják, hogy az Atya küldött engem. Tehát maga az Atya, aki küldött engem, ő tett tanúságot mellettem. Ti viszont sem szavát nem hallottátok, sem arcát nem láttátok. De még ígéje sem maradt bennetek, mert nem hisztek abban, akit ő küldött. Vizsgáljátok meg az írásokat, hiszen azt tartjátok, hogy általuk nyertek örök életet. Éppen az írások tanúskodnak mellettem. Ti mégsem akartok hozzám jönni, hogy elnyerjétek az örök életet. Emberektől nem fogadok el dicsőítést. Ismerlek titeket. Tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én Atyám nevében jöttem, de nem fogadtatok el. Majd, ha más valaki a saját nevében jön, azt elfogadjátok. Hogyan hihetnétek ti, akik egymást dicsőítitek, de nem keresitek azt a dicsőséget, amely Istentől származik? Ne gondoljátok, hogy én leszek a ti vádlatok az Atyánál. A ti vádlatok Mózes lesz, akiben pedig reménykedtek. Ha hinnétek Mózesnek, nekem is hinnétek, hiszen ő rólam írt. Ha azonban az ő írásainak nem hisztek, hogyan hinnétek az én tanításomnak? Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim! Jézus azt mondta, dicsőítést nem fogadok el az emberektől. Miért? Atya minden dicsőítést megérdemmel minden teremtményért, hiszen ő mindenek a teremtője. Ha ezt tudjuk és elfogadjuk, jó úton vagyunk a szenté válás felé. Jézus maga Isten, emberi mi voltában mégis nagyszerű példát mutat nekünk, hogy hogyan keresjük Isten dicsőségét a sajátunk helyett. Ha a saját rajongójumat keresem, Istentől veszem el a neki kijáró dicsőséget. Ha azért küzdök, hogy társaim engem dicsérjenek, ez olyan, mint egy gilotin, mely a fejet elválasztja a testtől. Ha azonban megtisztítom szándékaimat, és teljesen Isten felé fordulok, őt dicsőítve gondolataim és tetteim által örök életet nyerek el magam és sok más lélek számára. Önmagam keresése nem hoz gyümölcsöket, annál inkább az igazi, ön átadó szeretet. Sok előnye van annak, ha életemben egyedül Isten dicsőségét keresem. Az egyik ilyen előny a rend. Megtanulom, hogyan tartsak kellő hierarchiát az értékeim között, és hogy minden azt megillető odafigyeléssel kezeljek. Imádkozzunk ma reggel, Úr Jézus,
Te arra tanítasz az evangéliumban, hogy minden szándékomnak természet feletti értelmet adjak. Segíts mindig tudatában lennem, hogy az élet rövid és érdemes magamról lemondanom az örök élet elnyeréséért. Ez a halandó léttem csupán egy csepp a tengerben az örökké valósághoz képest, mely hamarosan magába fogad. Segíts nekem, hogy minden a te nagyobb dicsőségedre tegyek. Amen.